Mint minden évben, idén is kijöttünk erre a rendezvényre, hogy a labdarúgást, illetve az akadémiánkat népszerűsítsük, és hát remélhetőleg újabb gyerekeket tudjunk bevonni a rendszerünkbe, megismertetni velük az akadémia működését, maga az egész klub működését, és hogyha sikerül egy-két tehetséget becsábítsunk, megszerettetni vele a sportunkat, akkor már megérte, hogy itt vagyunk. Az U11-es korosztály látható itt mögöttem. Igazából két részre osztottam itt a edzést. Egy játék van, ami abszolút központ nálunk az edzéseken, ugye a játékból tudnak a legtöbbet fejlődni, illetve a másik nagyon fontos tényező a labdaérzékelés feladatok, hogy minél jobban megtanulják a labdát kezelni. Ezt a két dolgot mutatjuk most itt be a fiúkkal. Nagyon fontos, és szerintem nagyon jó szervezésű ez az egész program. Főleg, hogy itt a város központjában vagyunk, egy nagyon szép helyen, és rengeteg gyermek járkál itt, ránk néz, esetleg megszereti a sportot, vagy megtetszik neki, akkor úgy gondolom, hogy becsábíthatjuk, vagy megszerettetjük vele, elmondhatjuk, hogy mi hogy dolgozunk, és talán szimpatikus lehet neki ez a sport. Mióta focizol? Régóta focizok, kiskorom óta szeretem ezt a sportot, de igazából mostanra tetszett meg annyira, hogy egyesületbe tudjak járni klubokba. Szóval, igen. Tudod-e azt, hogy miért vagy itt a főtéren, hogy milyen programon veszel részt? Most egy sportprogramon, ahol bemutatjuk a sportokat, és ugye itt van az U11-es előre korosztály, amiben ugye én is vagyok, ezért vagyunk most itt. Nem szokványos pályán vagytok, itt vagytok a betonplacon. Mennyire tetszik itt a játék? Hát igen, edzést az fűben tartunk, de hát így is jó, most éppen teremcipőben, nem stoplisban, de nekünk mindegy, hogy hol focizunk, csak focizunk. Egyébként korábban sokat játszottál ilyen körülmények között, amikor még nem voltál foci csapatban? Hát igen, inkább otthon vagy iskolába, betonpályán vagy tornaterembe, szóval fűvön sokat még nem játszottam, de már kezdem megszokni. Hogyan látod a többiek, mennyire élvezik ezt a programot? Szerintem én is és a többiek is nagyon szeretik a sportot. Hát rendszeresen van edzés, ezért mindenki már megedződött, és van, aki már régebbi, és igen.